gondoljunk bele abba, hogy mindenki azt mondja rád 19 évig, hogy te férfi vagy, hogy te fiú vagy. És nekem annyira erősnek kell lennem, hogy azt mondjam, hogy nem, én nem az vagyok. És nem bizonytalanodok el. Persze elbizonytalanodtam, de a végsőt kitartottam, és nincs más. Hogy mi a más? Ezt tegyük fel ezt a kérdést. Ez a fontos. Hogy egyenlőként tekintsünk egymásra, hogy csak azért piszkálódnak, vagy nem értik ezt a dolgot, mert nincsenek tudatában a maggal, és igenis legyünk tájékozottabbak, és igenis legyünk jobb emberek, és megértőbbek, és empatikusabbak. Merem azt remélni, hogy ez tud nekem és mindenkinek egy olyan üzenet lenni, amire elkezdődhet egy változás, és nem lehetek olyan önző, hogy a saját boldogságom miatt ezt nem teszem meg, mert ez egy misszió. Egyszerűen az nem működik nekem, hogy azt akarom, annak drukkolok, hogy a világ megváltozzon, és én nem teszek érte, és igen. Van ennek hátránya? Abszolút. Ha elmegyek egy randira, akkor ott tartunk, hogyha ezt meghallja egy hetero férfi, akkor sikítjön menekül a másik irányba. Eszköznek egy szexuális segédeszköz vagy, de Berlinben meg, tehát hogy ezt ugyanúgy fel lehet, hogy csak még bejön egy másik dolog, hogy kelet-európai vagy. De nyilván egy társra vágyik az ember, és az, hogy csak azért nem lesz senki a társa, de hogy transzpró vagy. Ezt nehéz megérni. Nagyon érdekes élet került elénk, amelyhez való jó ízlésű hozzányúlás az mindenképpen egy nagyon érdekes alkotói feladat. Tök jó lenne, hogy eljutnánk oda, hogy ez ne legyen más, ne nézzem meg senki, nem mindegy. Nekem viszont van, hogy én nem lány vagyok, hanem egyértelmű legyen, hogy én lány vagyok. Attól függetlenül, hogy transznemben is volt egy út, ami utána azt tudtam lenni, aki akartam lenni. Az előadás is részben azért jön létre, hogy egy offline verzióban egy hozzáférhető módon segítse az embereket tájékozódni egy olyan kérdésben, ami igazából mindenkit érdekel, tehát a nyitottságot érzékelem ebben a városi közegben, és azt is, hogy igazából senki nem tud semmit. Senki nem lehet kirekeszteni. Nem rendelhetjük magunkat senki fölé, és nem rendelhetnek alá engem, vagy bárki más. Kőkemény munka, 24 órás munka, hogy amit kapsz a világtól, azt így kizárd, és arra figyelj, ami benned van, amit te el akarsz érni. Szerelem, szerelem, átkozott szerelem. Miért nem termettél meg minden fa teteje? Minden fa tetején dióág levelben, hogy szakított volna minden szegény legény. 14 éves koromban az már biztos voltam, hogy én művész szeretnék lenni, színésznőnek, és mindig szerettem, ha néznek, és ha nem néztem, akkor mindig produkáltam magam, akár ilyen szörnyű módon is. Valaki azt mondja, hogy jó, és csináljon, valaki semleges, és valaki azt mondja, hogy ő mutogatni akarok csak magamat. Pedig azt gondolom, hogy ezzel nem csak magamat képviselem, vagy nyitom ki, vagy hanem abszolút egy közösségnek adok hangot, és nekem ez is a célom. Hát, hogyha tudok segíteni a közösségemnek, a csoportomnak, akkor azt gondolom, hogy kutya kötelességem. Nyilván nagyon nagyfokú érzékenységgel kell hozzányúlni, és ehhez a megfelelő eszközöket kell választani. Ugye, mivel Adél maga adja elő a saját történetét, nagyon sérülékeny, nagyon érzékeny és veszélyes állapot színpadon sok ember előtt először egyedül a saját akár traumatikus élményeiről beszélni, ezért meg kell segíteni színházi eszközökkel, amelyek egy picit eltávolítják, elemelik, elmesélhetővé teszik a valójában elmesélhetetlent. Neki kialakítunk egy színpadi personát,
amiből mesél önmagáról, de mégsem egy civil ember, a civil ember mesél saját magáról, hiszen az nagyon-nagyon nehéz rutinos előadóknak is. Szerintem, amihez mindenki tud kapcsolódni, az önazonosság. Ez ilyen sokszor gyenge hangzik, de az nagyon fontos. Csak akkor tudunk érezni, csak akkor tudunk mindenen keresztül menni, hogyha önazonosak vagyunk. Mondom, nem megyünk ki mélyre, és nekem meg kellett tapasztalnom ezt, hogy nem megyek mélyre. És tényleg egy nagy munka, de ezt senki nem oszlatja meg. Csillagos ötest akarok kapni,